4%-kal bővült a GDP a harmadik negyedévben, ezt közölte a KSH. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, így az év első 9 hónapjában 6,1%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Varga Mihály rámutatott, ez az egyik legkedvezőbb adat az uniós országok között, ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság ellenáll a háború és a szankciók káros hatásainak. A növekedéshez alapot ad, hogy 1 millió új munkahelyet teremtettünk 2010 óta. A magyar munkanélküliség továbbra is az egyik legkedvezőbb az Európai Unióban. Kedvező, hogy az ipar, a kiskereskedelem és a szolgáltatások is bővülnek. A legtöbb előrejelzés szerint a brüsszeli szankciók jövőre válságba taszíthatják az európai gazdaságokat. Magyar részről továbbra is azon dolgozunk, hogy helyes gazdaságpolitikával ellensúlyozzuk a káros nemzetközi hatásokat, és megvédjük a gazdaságot a visszaeséstől. A kis- és középvállalkozások változó kamatozású hitelére a mai naptól kiterjed a jelenállás szerint 2023. június 30-áig élő kamatstop. A kormány szerint 60 ezer vállalkozás életét könnyíti meg ez a rendelkezés. Üdvözlöm a stúdióban Szatmári Kristófot, a Fidesz országgyűlési képviselőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért ebben az uniós és világgazdasági helyzetben ez a lépés meglehetős bátorságra, gazdasági bátorságra val. Hogyan lehet ezt megtenni, ugye hogyan lehet biztosítani a kamatstoppot és fenntartani közben a gazdasági fejlődést is? Hát ugye az a helyzet, hogy a magyar gazdaságpolitika az elmúlt 5-6-10-12 éven megtanulta azt, hogy az egy válságból való kikeveredés vagy túlélés, nevezzük így, mert sok esetben sajnos erről van szó, az csak úgy megy, hogyha nagyon odafigyelünk arra, hogy egy és ágazatok egyensúlya hogyan tud megmaradni, és hogyan tudjuk kifejezetten képviselni a nemzeti érdekeinket. És a kamatstop bevezetés, ami értelemszerűen a bankrendszer számára nem egy pozitív döntés, hiszen itt körülbelül 80 milliárd forintnyi tehertől szabadítja meg a cégeket. Ezt a magyar stabil bankrendszer az elmúlt éveknek a politikai következményt kibírja, tudja ezt abszolválni, és egy óriási levegővételnyi segítséget ad a hazai KKV szektor. Varga Mihály azt is mondta, hogy a legtöbb előrejelzés szerint a brüsszeli szankciók ugye válságba taszíthatják az európai gazdaságokat. Magyar részről továbbra is azon dolgozunk, hogy helyes gazdaságpolitikával ezt ellensúlyozzuk, és megvédjük a gazdaságot a visszaeséstől. Azért azt viszont pontosan lehet látni, hogy az uniós gazdasági környezet nagyon erős hatása van a magyar gazdasági környezetre is. Hogyha az uniós gazdaság visszaesik, a magyar gazdaság ezt hogyan tudja elkerülni, vagy ellensúlyozni? Hát csak részben, ahogy ön is elmondta, tehát ugye egy nyitott gazdaságban élünk, az Európai Unió tagjai vagyunk, a vállalkozásaink integrációja az jelentős az európai piacokkal, tehát a mi lehetőségeink addig terjednek, hogy egy ilyen negatív hatást tompítani tudjunk, és meg tudjuk tartani azt a relatív előnyt, az lehet 2-3-4% gazdasági növekedésbe, amely a felzárkózás biztosítja, erre van lehetőségünk. Arra sajnos nincsen, hogy teljes mértékben azokat a hibás politikai döntéseket, amelyek részben vagy egészében okozzák az energiaválságot és az energiaválságon át az infláció és egyéb problémákban a gazdaság begyűrűzését, ezt kivédjük, ennek a tompítására van lehetőségünk. És ezt hogyan fog végbe menni, hiszen azért az energia hatékonyság növelése, az energiagazdálkodás ugye kulcsfontosságú erről. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt, pontosan ezért hozták létre az új minisztériumot. Itt hogyan lehet azt a fajta gazdasági növekedést fenntartani, ami mondjuk egy picit függetlenedik az orosz energiahordozóktól, és az uniós szankciós politikát is képes ellensúlyozni? Hát itt olyan gazdaságpolitikát lehet folytatni, amely ugye azt a plusz terhet, amely ugye ez úgy néz ki a vállalkozások életében, hogy a vállalkozások életében a szektorális különbségeket figyelembe véve, de valahol 5-25% között volt eddig az előállított termékek szolgáltatásokban az energiaára. Ez ugye az energiaárak növekedésével egy jelentős szegmense lesz a vállalkozások költségeinek. Ugye itt tud a kormányzat direkt behatásokkal operálni, tehát a kamatstoppal, vagy a Széchenyi kártya hitelprogram föntartásával, illetve az adócsökkentésnek a továbbvitelével, amely ugye az idejében kb. 600 milliárdos könnyítés jelent a vállalkozásoknak. De másik oldalon, ami nagyon lényeges, hogy a vásárlóerőt is megtartsuk, tehát ne csak a kondíciókat a vállalkozások oldalán, hanem hogy legyen, aki megveszi a termékeket, szolgáltatásokat. Tehát ha a munkanélküliség azon a kedvező szinten marad, ha az emberek meg tudják tartani a munkájukat, akkor remélhetőleg az előttünk álló fél egy nehéz évet
túl tudja élni a vállalkozás, lehet, hogy kellenek bizonyos racionálási döntéseket meghozni, de az a lényeg, hogy nem vesztünk el remélhetőleg senkit, vagy csak nagyon keveseket a vállalkozás. És hát ugye Varga Mihály azt is mondta, hogy a működés alap, vagy növekedéshez az ad alapot, hogy 1 millió új munkahelyet, tehát ugye itt pontosan a racionalizálásról beszéltünk, hogy 1 millió új munkahelyet hoztunk, vagy hoztak létre a gazdaságban. Ugye ez nagyon-nagyon kedvező szám, de nyilván ez mindig változik. Hogyan lehet fenntartani ezt a gazdasági környezetet, hogy a cégeknek ne kelljen elbocsátani, sőt esetleg még újabb munkaerőt is toborozzanak? Hát ugye a vállalkozások számára ami lényeges, hogy legyen gáz, legyen villany, legyen kiszámítható energiapiac. Én azt gondolom, hogy ez adott Magyarországon. Legyen egy stabil kormányzás, ne rángassák jobbra-balra az adópolitikát. Én azt gondolom, hogy azok a befektetések, amelyek ma például nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdasági növekedés azt olyan szinten tud maradni ugye a mai napi adatok alapján, amelyen tud, abban az van, hogy bíznak a magyar politikában, bíznak a magyar gazdaság teljesítményében azok a cégek, akik beruháznak, ezeket a beruházásokat folytatják. Tehát sok-sok ilyen lépéssel, kiszámíthatósággal, a fogyasztók megtartásával lehet ezt biztosítani, és azzal, hogy azt látják, hogy a magyar kormány az mindig és minden körülmények között a hazai érdekek mellett fog belföldön és külföldön is egyaránt kiállni. És hát friss hír, hogy rakétatámadás ért a barátsági olajvezetéket, és emlékezhetünk, hogy amikor a török áramlat megépült, ahonnan most olajat kap Magyarország, az mennyi támadás alatt, politikai szempontból mennyi támadás alatt állt. Most viszont ez a legmegbízhatóbb szállítási forma. Ez például az unió gazdasági mechanizmusát vagy működését ez a támadás hogyan befolyásolhatja, hiszen Magyarországon egyelőre nincs ilyen probléma, viszont több más uniós ország ellátási gondokkal küzdhet. Hát én azt gondolom, hogy az Európai Unió, amelynek egy jelentős részét nevezzük így a baloldali erők uralják, egy nagyon kétszínű politikát folytat ez ügyben, és ebben a hazai baloldal is egyébként ember jeleskedik. Épp ma volt egy vállalkozásfejlesztési bizottsági ülés, amely elnök vagyok, ahol pont ez az energiaválság került szóba, akkor még nem tudtuk ezt a szomorú hírt. És ott föltették a kérdést, hogy tudna segíteni a magyar kormány, meg úgy általában az Európai Unió a vállalkozásoknak. És nagyon egyértelműen elmondtuk azt, hogy persze a magyar kormány megtesz, amit meg tud tenni a lehetőségeihez, de a baloldal, ha kiállna a hibás szankciós politika mellett, ami napokon belül érezteti hatását az energiaáraknak a visszafelé menetelében, nagyon sokat tudna segíteni, az előzőkben elhangzott uniós forrásoknak a felszabadításával, hiszen azok a források egy jelentős része a hazai vállalkozásokhoz jönne, az a jogos pénz, amit várunk. Nagyon érdekes, amikor arról beszélnek, hogy kilopja el az Európai Uniós pénzt, akkor a tények egyet azt mutatják, hogy az Európai Bizottság akarja ellopni a magyar emberek pénzét, az, hogy nem adja ezt a pénzt. Visszatartani ezt az összeget. Így van, lehetne paksügyét is idehozni, hogy nem kéne támadni paksügyét, hiszen minden épesző ember tudja, hogy a magyar energiabiztonság hosszú távon akkor lesz garantált, hogyha a saját belső módon tudjuk biztosítani. Tehát tudna egyébként tenni a baloldal is, de inkább csak papol, és mindent rajtunk ér számon, mi, amit tudunk, megteszünk. Ha már szankciós politika, ugye készülődik egy újabb szankciós, immár a 9. szankciós csomag Brüsszelben, ez a nukleáris energiát és a nukleáris fűtőelemeket érinteni. Erre is mondta Szijjártó Péter, hogy ezt nem tudja támogatni a magyar kormány, pontosan azért, mert az energiabiztonságunk forog kockán. Látom, ingatja a fejét. Mit gondol erre? Én azt gondolom, hogy ülnek ott a brüsszeli elefántson toronyban néhányan, akik teljesen agyament módon el vannak szakadva a rögvalóságtól, de néha legalább ilyen ötletek kitalálásakor legalább az amerikai példákat vehetnék elő, az amerikai barátaink, most hagyjuk, hogy a háborúnak milyen összefüggései lehetnek is szélesebb módon, de a mai napig az orosz nukleáris fűtőelemekre nem vetnek ki szankciót, hiszen tudják, hogy nekik ez ártana. Én nem értem, hogy miért akarnak rossz példa pápábak lenni a pápánál a brüsszeli kollégák, de folyamatos baklövéseket követnek el, és jól látható módon az egy dolog, hogy persze Magyarország és néhány még racionálisan gondolkodó ország meg tud akadályozni ilyen közös szankciós politika bevezetését, de a probléma az, hogy már a hír is rontja a gazdasági versenyképességet Magyarországon és az Európai Unión belül is. Szatmári Kristóf, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.